RMDS. Elhárult minden akadály, miután az EMS elnöke elhatárolódott a Mi Hazánk pártól, így az idei választásokon is biztosítanak befutó helyeket a kisebb magyar pártoknak az RMDS listáin, közölte Kelemen Honor. Búza összeöntés. A Brassó megyei gazdák is csatlakoztak a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyesülete által szervezett jótékonysági búza összeöntő akcióhoz. Idén Felső-Csernátonban rendezték meg az ünnepséget. Hétvége. Szombaton erdészerte kihasználták az utolsó szeptemberi napsütést és közösségi programokon vettek részt. A Bekecs-tetőn emlékeztek, Keresden kastélynapot tartottak, négy faluban és Temesváron magyar napokat szerveztek. Köszöntöm Önöket, híradónkat látják! Októberben születhet döntés az RMDS és a két kisebbik erdélyi magyar párt összefogásáról. Kelemen Hunor szövetségi elnök szerint erre most már adottak a feltételek. Az RMDS március végén írta alá az együttműködési megállapodást az Erdélyi Magyar Szövetséggel és a Magyar Polgári Erővel. Azt azonban ki kell emelni, hogy nem hárompárti megegyezésről volt szó, külön-külön kötött megállapodást a szövetség a két kisebbik erdélyi magyar alakulattal, az egyesség pedig kiterjed az idei parlamenti választásokra is. Úgy tűnik, ennek érvényesítésére most már adottak a feltételek. Augusztusban azonban még másképp álltak a dolgok, nyilatkozta Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke. Volt a nyár közepén egy kis probléma, ugyanis azt nem tudjuk mi elfogadni, hogy az EMS és a Mi Hazánk szövetségben van, mert egy súlyosan antiszemita párttal szövetkező magyar erdélyi magyar párt az nem tud az RMDS-nek a szövetségese lenni. Ettől a párt elnöke elhatárolódott, és azt gondolom, hogy elhárult az az akadály, amelyet én augusztusban egy kikerülhetetlen akadálynak láttam. A magyar-magyar összefogásról októberben születhet meg a döntés a jelöltállítási folyamat lezárását követően, és erre a szövetségi állandó tanácsnak kell majd rábólintania. A négy évvel ezelőtti megállapodás értelmében Zakariás Zoltán és Kulcsár Terza József az RMDS listáján indultak, mindketten a parlament alsóházi frakciójának a tagjai. Az izraeli hadsereg szombaton közölte, hogy az előző napi célzott beiruti légicsapásban életét vesztette az Iránból támogatott libanoni síita mozgalom a Hezbollah vezetője Hassan Nasrallah Sheikh. Robert C. Castell biztonságpolitikai szakértő szerint az esemény szélsőséges irányba viheti el a közel-keleti konfliktust. Légicsapásban meghalt Hassan Nasrallah, a Hezbollah vezetője, közölte szombaton az izraeli hadsereg. Robert C. Castell biztonságpolitikai szakértő híradónknak hangsúlyozta, ha lajstromba vesszük a közel-kelet befolyásos embereit, Hassan Nasrallah mindenképpen közöttük lesz. Mindössze 32 évesen vette át a terrorszervezet vezetését, amelyből Libanonban legitim politikai pártot faragott fegyveres szervezetet is, de hatalmas szociális, média és politikai birodalmat, ami a libanoni államnál is erősebb. Hassan Nasrallah olyan államot épített ki az államon belül, amely erősebb magánál az államnál. Ugyanakkor Hassan Nasrallah bizonyos szinten saját pusztulását is jellemében hordozta, és valószínűleg szervezete zsugorodását is előidézte, értékelt Robert C. Castell. Arra a kérdésre, milyen hozadéka lehet Hassan Nasrallah halálának a közel-keleti konfliktusra nézve, hangsúlyozza, nincs semmilyen determinisztikus dolog a történelemben. Ez az esemény, ez kétségtelen, hogy ez egy ilyen mérföldkő ebben a háborúban. Ugyanakkor ez a mérföldkő elviheti a háborút egy nagyon szélsőséges irányba. Azt tudjuk például, hogy az, aki valószínűleg fel fogja váltani Nasrallah-t, Safi ad-Din, egy még nála is sokkal szélsőségesebb figura, egyébként Nasrallah-nak az unokatestvére és Qasem Soleimani tábornoknak a veje. Tehát ő az, aki valószínűleg átveszi majd a szervezet irányítását, egy még a Nasrallah-nál is egy sokkal szélsőségesebb figura, ugyanakkor nincsenek meg valószínűleg se a képességei, se a karizmája, se a kapcsolatai, amik megvoltak Nasrallah-nak. Lehet, hogy Hashim Safi ad-Din elődjénél szélsőségesebb lesz, de valószínűleg azt a fajta hatékonyságot, amit Hassan Nasrallah el tudott érni, nem fogja tudni produkálni, összegzett a szakértő.
Nem tartja tiszteletben az új nyugdíjtörvény a járulékfizetés elvét bizonyos társadalmi kategóriák esetében. Ezt állítja az USZERÉ, amely szerint ezt az igazságtalanságot mielőbb orvosolni kell. Az Európai Bizottsághoz fordultak az új nyugdíjtörvény ügyében a Mencsétek meg Romániát szövetség képviselői. Szerintük ugyanis a jogszabály nem tartja tiszteletben a járulékfizetés elvét a nehéz vagy különleges munkakörülmények között dolgozott személyek esetében. Konkrétan azt sérelmezik, hogy az új nyugdíjszámítási képletben nem szerepel az, amit kiegészítő járulékként fizettek minden olyan munkavállaló után, aki nehéz vagy különleges munkakörülmények között dolgozott, például a vasutasok, bányászok vagy akár az erdészek. A nehéz munkakörülmények között dolgozó alkalmazottak után a munkaadó nagyobb hozzájárulást fizetett be a nyugdíj alapba, ami azonban jelenleg sehol sem jelenik meg a nyugdíjpont értékében. Nem tudunk szemet hunyni egy igazságtalanság felett. A nehéz vagy különleges munkakörülmények között dolgozók előbb 10%-os, majd 8%-os kiegészítő járulékot fizettek aktív éveik során, és most úgy tűnik, hogy ezt mind hiába tették, állítják az USZERÉ és parlamenti képviselők. Az ellenzéki alakulat azért fordult az Európai Bizottsághoz, mert szerintük az országos helyreállítási terv előírja, hogy a társadalombiztosítási jogosultságoknak tükrözniük kell a szakmai pályafutás során fizetett járulékokat, ezt pedig Romániában nem tartják be. A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete idén is bekapcsolódott a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programba. A székelyföldi búza összeöntés ünnepét szombaton tartották meg a felsőcsernátoni malomkertben. A három székelyföldi megye mellé idén felzárkóztak a Brassó megyei magyar gazdák is. A Magyarok Kenyere program egy kárpát-medencei sikertörténet, mely közös értékekre, hitre, példaértékű összefogásra, segítő jó szándékra épül. Hangzott el a felsőcsernátoni malomkertben szervezett buza összeöntő ünnepségen. A Magyar Örökség díjjal is kitüntetett programba 6 évvel ezelőtt lépett be a mintegy 205 tagot számláló székelyföldi gazdaszervezet. Ez nem egy divat, hanem most már hagyomány, ezelőtt 14 évvel indult, és azt gondolom, hogy sok mindenről szól, a gazdák tiszteletéről és ünnepéről, az együttműködésről, a szolidaritásról, a Kárpát-medencei összefogásról, és az a jó, hogy évről évre egyre többen adományoznak, egyre többen társulnak hozzá, egyre többen magukénak érzik ezt az ünnepet, és én ezt csak köszönni tudom a gazdáknak. 2019 óta 500 tonna búzát gyűjtöttek össze a székely gazdák. A programban ez ideig 10 000-en vettek részt, akik mintegy 100 000 családon segítettek a felajánlott terményükkel. Ugyanakkor mintegy 300 egyházi és civil szervezet csatlakozott a programhoz, eljutatva a búzát, illetve a felajánlott pénzt a nehéz sorsú emberekhez. Csak az idén 70 tonna gabona gyűlt össze, ezt köszönték meg a székely gazdáknak az ünnepen felszólalók. 10 tonna gabonával indultunk, ma már 1100 tonna gabona, és nem csak gabona, hanem ez a Kárpát-medence, illetve a világban szétszóratott magyarság teljes összefogása. Ösztöndíjprogramot adunk, információt adunk, együttműködési lehetőséget erősítünk a gazdaságban. Tehát azt mondjuk, hogy igen, szülőföldön maradni, élni és versenyképesen gazdálkodni. Az ünnepség végén politikusok, székelyföldi és barcasági gazdák sorban egyenként öntötték össze a fonocuszékba a felajánlott búzát. Az összetartozást jelképező kenyereket, melyeket a diószegi pékség sütött az ünnepre, illetve az összegyűjtött búzát egyházi méltóságok szentelték meg. Idén is megemlékeztek az első világháborúban elhunyt hősökről a Bekecstető 1080 méter magas csúcsán. A programra szokás szerint a bekecsi lovasnapok keretében került sor. Hagyományőrző huszárok, környékbeli önkormányzatok és intézmények, egyesületek képviselői, illetve civilek vettek részt a Bekecstetőn szervezett bekecsi lovasnapokon, amelynek keretében megemlékeztek az első világháborúban elhunyt hősökről. Idén 19. alkalommal szervezték meg az ünnepséget, a program részeként volt huszárfelvonulás, ökumenikus istentisztelet, köszöntőbeszédek, kulturális műsor és koszorúzás is. Szerintem nagyon fontos, hogy minden évben megemlékezzünk elsősorban azokról a hősökről, akik életüket áldozták az első világháborúban a hazájuk védelméért.
de ugyanakkor nagyon fontosak a bekecsi lovasnapok is, mert egy olyan hagyománynak élünk, amelynek tudjuk, hogy mély gyökerei vannak a kultúránkban. A jó időjárásnak köszönhetően idén is sokan kilátogattak az 1080 méter magas csúcsra, hogy fejet hajtsanak a hősök emlékműve előtt. Kacsó Lajos Nyárád magyaros község polgármestere szerint évről évre többen vesznek részt az eseményen. Idén 3 testvértelepülés küldöttsége is jelen volt. Azt tapasztaljuk, hogy minden évben többen-többen vagyunk. Többen-többen vagyunk azok, akik egyformán gondolkodunk, és úgy érezzük, hogy tartozunk egy annyival, egy annyi tisztelgés, hogy eljünk ide, és megtiszteljük a hőseinket. A kulturális program keretében felléptek a Kisbekecs, az Aranyos és a Boróka néptánc együttesek, illetve Simon Tornya, Berzéte és Nyárád Szereda egyesített kórusa. 28. alkalommal rendezték meg a barcasági Szent Mihály napokat a Brassó megyei 4 faluban. A kulturális programok, koncertek, kézműves foglalkozások mellett idén is hangsúlyos szerepet kapott a hagyományok ápolása, amely a szervezők szerint a brassói multikulturális közegben egyre jobban él és virul. Egynapos programként indult, mára egy hetes fesztivállá nőtte ki magát a 4 falusi Szent Mihály napok, a barcaság legnépszerűbb kulturális és hagyományőrző rendezvénye, amelyet csaknem 30 éve a barcasági Csángó Alapítvány szervez, idén azonban átadták a stafétát. A barcasági Csángó Alapítvány 1990-es években alakult, hasonlóan a Válaszúti vagy a Szamosújvári szorványkollégiumokhoz képest, és neki is ugyanaz volt a célkitűzése, hogy a helyi magyar oktatást támogassa, úgyis jött létre, mint jövendőbeli bentlakás. Ez a célja az első 10 évben többé-kevésbé sikerült, utána volt egy 10 éves kihagyás, szünetelés, és most körülbelül ismét 12 éve működik. A magyar nyelvű oktatási intézmények támogatása mellett nagy tömeget mozdító eseményeket is szerveznek, ilyenek a Szent Mihály napok is. Ugyan a stafétát már átadták a fiataloknak, idén először a szervezést a 7-falusi Magyar Ifjúsági Klub vállalta magára. A fiatalok örömmel tapasztalták, mekkora megmozgató ereje van egy ilyen fesztiválnak, hiszen egyre többen jelzik, szeretnének társulni partnerként, támogatóként. A 2-től vasárnapig tartó számtalan program rengeteg érdeklődőt vonzott, nem csak a településről, de egész Brassó megyéből. Az eddigi programok nagyon látogatottak voltak. Hétköznap ugye a színházi előadással kezdtünk, utána borkostoló, pálinkakóstoló, könyv bemutatók, 3 könyv bemutatónk is volt, mindegyik telt házas volt. Pénteken születi, kosaras születi bárunk volt. Hát a bálon is nagyon sokan eljöttek, úgyhogy a táncparkett az végig tele volt, úgyhogy szerintem ez egy nagy siker, hogy hétköznap is sikerült így megmozgatnunk a lakosságot. A heti programoknak kedvezett az időjárás, vasárnap azonban a rossz idő miatt sajnos elmaradt a hagyományőrző szekeres felvonulás. De a 4-falusi fúvós zenekar adhok koncertje pótolta a hiányt. A vasárnap esti Ergo záró koncerten pedig már szép számmal részt vettek, a szakadó eső ellenére is. Vasárnap este ért véget a Bánság legnagyobb magyar fesztiválja, a Temesvári Magyar Napok. A 4 napos rendezvény koncertekkel, hagyományozó táborral, színházi előadásokkal, gyermekprogramokkal, gasztró és kézműves vásárral várta az érdeklődőket. Mondva több ezer helyi, de rengeteg magyarországi és vajdasági turista is találkozott a Temesvári Magyar Napok valamely programjával. Megint elkiálthattuk, hogy miénk itt a tér. Úgyhogy a megnyitó is, a rendezvények, minden jól sikerül, egyértelműen van igény, és örömünkre valamennyi rendezvény teltházas volt. Addig, amíg meg tudjuk tölteni a termeket és tereket, addig ezt lehet. Igény mindenképp van, nagyszerű művészek és előadók vendégeink, és mi nagyon örülünk ezeknek. Naponta átlagosan 30 rendezvény szerepelt a 9. kiadásához érkezett Temesvári Magyar Napok programjában. A szervezők fontosnak tartják, hogy a szórakoztatás, a hagyományőrzés, az értékek felmutatása mellett helyet kapjanak politikai beszélgetések is. Idén Kelemen Hunor volt a rendezvény egyik legfontosabb meghívottja. Temesvár, Temes megye abban az értelemben is erős közösség, hogy túl a létszámbeli helyzetén sajnos van fogyás.
fent tud tartani intézményeket, fent tud tartani iskolát, fent tud tartani színházat és olyan egyesületeket, alapítványokat, közösségszervezés szempontjából fontos intézményeket, amelyek előrébb viszik és amelyek megerősítik az itt élő magyarokat. A Csík és a Nox zenekarok, a gyermekfoglalkozások, a magyar ízeket kínáló gasztronómiai sor, a kézműves sátrak, valamint a néptáncgála vonzotta a legtöbb magyar Temesvár központjába. Én azt gondolom, hogy jó megmutatni a városnak, a többségnek, hogy itt vagyunk, és nem vagyunk akár, nem vagyunk kevesen. Bár lehet, hogy a hivatalos adatok azt mutatják, hogy fogyunk, de azt gondolom, amíg Temesváron 250 gyermek táncol, és valamilyen hangszeren énekelnek sokan, addig van remény. Az estéket látványos fáklyás felvonulások zárták. A turizmus világnapja alkalmából családi napot szervezett szombaton a Visit Maros Egyesület a keresdi Betlen kastélyban. A tavaly indított esemény célja a Maros megyei kastélyok népszerűsítése és felkarolása. Jó hangulatban zajlott szombaton a keresdi Betlen kastélyban szervezett családi nap. A résztvevők örültek az utolsó nyári napsugaraknak, a szervezők pedig annak, hogy ilyen sok érdeklődő fordult meg a rendezvényen. Járhattam ebbe a Betlen kastélyba, ezelőtt egy jó pár évvel még voltam az egyházzal, de akkor nem lehetett bemenni, mert akkor kezdtek neki javítani. És most összejártuk egy kicsit a kastélyt. Az esemény különleges színfoltja volt a Maros Művész Együttes tánc előadása. A Visit Maros által szervezett családi nap elsődleges célja a kastély és a park, valamint a helyi kulturális örökség népszerűsítése. Szántó Lóránt, a Visit Maros igazgatója elmondta, tavaly indították el a rendezvénysorozatot, amelynek különlegessége, hogy minden évben más kastélyban szervezik meg a családi napot. Nem akarunk túl se szervezni egy ilyen eseményt, mert a sztár vendég maga a kastély, úgyhogy arról szólt, hogy az emberek vagy megismerjék, vagy újra látogassák a kastélyt. Elsősorban a Maros megyei és a Maros megye körülötte Maros megye körül levő lakosok voltak ide várva. A gyerekeket kézműves foglalkozásokkal, arcfestéssel várták, a felnőttek pedig kulturális műsorokkal és sétával kapcsolódhattak ki. A látogatók vezetett túra keretében ismerhették meg a Betlen kastély történetét. A kastélynapon kétszer vetítették le a Szilvási Karola életét bemutató történelmi filmet. Mesehősök ültek a padokban a Csíkszeredai József Attila Általános Iskolában a Magyar Népmese napján. Az iskola és a Hargita Néptánc Együttes közös szervezésében megvalósult program keretében az elemi és az általános iskolás gyermekek a gyakorlatban is megélhették a népmeséket Benedek Elek születésnapján. Közös fotók is készültek a Magyar Népmese napja alkalmából szervezett program keretében a Csíkszeredai József Attila Általános Iskolában. Ez alkalommal diákok helyett boszorkányok, szegénylegények, királyok és udvari bolondok, hercegkisasszonyok mosolyogtak a felvételeken. Az ötlet onnan jött, hogy amikor beszélünk népmesékről, nagyon sokszor előjönnek a rajzfilm figurák, a film szereplők, és a gyermekeknek így összemosódott ez a világ. Mert hogy valamikor mi a népmeséken nőttünk fel, és nekünk ez volt a természetes, de a mai kor gyermeke már eltávolodott a népmeséktől, és ezt szerettük volna visszahozni az életükbe, hogy ismerjék a szereplőket, a motivumokat. A népmesének szentelt nap vendégei a Hargita Néptánc Együttes színészei voltak, akik a Katica, a síró királykisasszony szereplőiként látogatták meg az iskolát. A darab népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy tucatnyi gyermek kapott ihletet belőle és öltözött boszorkánynak. Kik vagytok ti ma? Én egy boszorkány. Ki találta ezt ki, hogy te boszorkány légy? Hát az anyukám, és én is azt akartam. Miért? Mert tetszenek, hogy ilyen gonoszak, és viccesek. És te? Anyukám akarta, és az apukám is gondoltam, akkor leszek ez. És ez valami speciális boszorkány, valamilyen speciális meséből, vagy egy bármelyik boszorkány? Csak egy bármelyik boszorkány. És gonosz? Félig meddig. A boszorkányok mellett más mesék főhősei is megjelentek az iskola folyosóján.
Hát ezt Magyarországról kaptam, ismerőseimtől, és ezt édesapámtól kaptam. Ezt a templomból szereztük a pásztorjátékról, és a kalapomot azt adta a tánctanárom. És te ki vagy tulajdonképpen? A csillagszemű juhász, csak még két csillag matrica kéne. A Magyar Népmese napját Benedek Elek születésnapján, szeptember 30-án tartják. Ezen a napon sok magyar lakta vidéken mesét olvasnak, népmesét mutatnak be, vagy amint azt Csíkszeredában is tették, népmese hőseiként ismétlik a szorzótáblát, olvassák a leckét a diákok. Több tucat fa dőlt ki, házakat árasztott el a víz, 5438 szemét evakuáltak vagy elmenekült otthonából a tegnapi hidrometeorológiai jelenségek következményeként, közölte a rendkívüli helyzetek főfelügyelősége. Az Ashley ciklon az Erdélyi megyékben is okozott kisebb károkat. A rendkívüli helyzetek főfelügyelőségének közleménye szerint országos szinten 5438 személyt evakuáltak vagy menekült el az otthonából a vasárnapi viharok következtében. Reggel 7 óra és éjfél között a veszélyes jelenségek kapcsán 27 megye 90 településén, valamint Bukarestben volt szükség beavatkozásra a vihar és árvízkárok felszámolása érdekében. A tűzoltóknak 45 fát és két útra dőlt villanyoszlopot is el kellett távolítaniuk. 11 jármű és két épület rongálódott meg. Az ítéletidő Arad, Brassó, Kolozs, Kovászna, Hunyad, Szilágy és Szeben megyékben is okozott károkat, de szerencsére kisebb mértékben. Mircea Fekete környezetvédelmi miniszter vasárnap több megyébe is ellátogatott azért, hogy figyelemmel kísérje a helyzet alakulását. Am fost în mai multe județe astăzi. Több megyében is voltam ma, most hajnali 2 óra 8 perc van. Összességében jobb a helyzet, mint amire számítottunk. Úgy Brassó, mint Szeben, Árgyes és Vülcsel megyében, a fővárosban is. Néhány órája itt vagyunk Galac megyében, ahol beszéltem a kollégáimmal, folyamatosan figyelemmel kísérik a veszélyt jelentő folyamatokat. Galac megyében hétfőtől szünetel a jelenléti oktatás egészen addig, amíg azt a helyzet megköveteli, tájékoztatott a tanügyminisztérium. Közel 28 ezer fogyasztó maradt áram nélkül hétfő reggelre, miután az éjszaka folyamán közép- és kis feszültségű hálózatok rongálódtak meg, közölte Sebastián Bordozsa energiaügyi miniszter. Szintén vasárnap először havazott le az idei őszi-téli idényben a Transfogarasi úton. A Brassó megyei út- és hídügyi igazgatóság közölte, hókotrógépekkel takarítják az útszakaszt, és arra intik a lakosságot, hogy csak a téli időszakra felkészült járművekkel közlekedjenek. Kosárlabda és labdarúgás, sporthírekkel folytatjuk. Megszerezte az első győzelmét az első hazai meccsen a marosvásárhelyi VSK a férfi élvonalbeli kosárlabda bajnokságban. A második fordulóban 89-75-re győzött a nagyszebeni CSU ellen. Megszerezte az első győzelmét a marosvásárhelyi VSK a férfi élvonalbeli kosárlabda bajnokságban. Bizonytalanul kezdett a hazai gárda, a vendégek vezettek majdnem az első félidő végéig, végül döntetlennel vonultak öltözőbe. A szünet után összeszedettebb védekezést láthattunk a hazaiak részéről, és a harmadik negyedben 23 dobott pontra csupán 10 ponttal tudott válaszolni a szebeni csapat. Az utolsó 10 percben az ellenfél megpróbált felzárkozni, a VSK kézben tartotta a mérkőzést, 89-75-re megszerezte első győzelmét az új bajnoki idényben. Faragó Péter vezetőedző a csapat teljesítményét emelte ki. A csapatot emelném ki, mert vannak olyanok, akik támadásban nyilván látványosak, és akkor azt tudják mondani az emberek, hogy ők hozták a meccset, de nem, azok is hozták a meccset, akik Trettet, meg Pipkins megfogták, meg Dragostét. Tehát minden esetben a csapatot emelném ki, és volt a második félidőben feljavuló teljesítmény az elsőhöz képest is. A játékosok szerint nehezen kezdtek, de a szünet után összeszedték magukat. Nem kezdtünk jól, sokkal jobban kell kezdjünk ezen túl. Dinamonál se kezdtünk jól, Galacon se erősen jól. Ezt meg kell szokjuk sajnos, hogy sokkal jobban kell kezdeni. Azután szép lassan belejöttük, megmutattuk, hogy érett csapat vagyunk, és a végén sima győzelmet arattunk. A marosvásárhelyi VSK legközelebb október 4-én a brassói korona vendége lesz.
Gólképtelen volt a fővárosi Fécsi CB ellen a Sepsiszentgyörgyi Sepsi USK az élvonalbeli labdarúgó Szuperliga 11. fordulójának vasárnapi játéknapján. Zuhanó repülésben van a csapat, amely újabb vereséget szenvedett. Alimi óriási hibáját követően már az első negyed órában előnyre tett szert a bukaresti Fécsi CB a Sepsi USK csapata otthonában, a labdarúgó élvonal 11. fordulójában. Bölucze pontos beadását Tanásze értékesítette, ezt követően hiába próbált veszélyeztetni a hazai csapat, nem tudott igazán nagy lehetőséget összehozni egész a 90. percig, amikor Komán 2 méterről Törnovánóba fejelte a labdát, így maradt az 1-0-ás Fécsi CB siker. Hadnagy Attila klubigazgató szerint sürgős változtatásra van szükség. Nem azt játszódjuk, amit kell, sajnos én, ahogy észrevettem a fecsészében, lassan izzott, és úgy várt meg minket. Nem lehet, nagyon kell változtatni valamit, mert így csak lefele megyünk, még lefele, és nem hiszem, hogy ennek a csapatnak ennyi a hozzáállása, ennyi a hozzátévése, hogy ott kullogjunk hátul. Remélem, hogy felébrednek a fiúk. A csapatkapitány szerint is fontos 3 pontot vesztettek. Sajnos újra elvesztettük a 3 pontot, nem sikerült pontot sem szerezni, ez nagyon nagy gond nekünk, mert süllyedünk egyre lejjebb, és nem ez volt a szezon előtt a cél. Nagyon reméljük, hogy a következő mérkőzésektől fogunk majd pontokat szerezni, mert nagyon nagy szükségünk van rá. A 6. veresége következtében a Sepsi OSK számára nem csupán szinten lehetetlenné vált a felsőházba jutás, jelenleg már a kiesés veszélyezteti. Vasárnap így kötelező lenne a győzelem a Sepsi számára Nagyszebenben, az FC Hermannstadt otthonában, ehhez azonban gyökeres javulásra lenne szükség. Itt ér véget a híradó, én kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.